14 csapat 97 versenyzője lépett a küzdőtérre az újfehértói sportcsarnokban a második alkalommal megrendezett Izsó Mihály emlékversenyen. A sportágat a városban meghonosító edző 3 évvel ezelőtt hunyt el. A tavaly életre hívott verseny ez évben már része volt az országos bajnoki sorozatnak. A résztvevők 3 technikai és 5 küzdelmi kategóriában mérték összetudásukat. Vannak sportágak, amiket természetesen mélységesen tisztelek, de szűk technikai repertoárral dolgoznak. Mi nálunk a kihívás az az, hogy egy harcosnak meg kell tanulnia a technikai repertoár összességét, amit egy harcosnak, amit egy harcművésznek tudnia kell. De én úgy gondolom, hogy az önvédelem, mint olyan, és a mai világban egyre inkább szükségszerű az, hogy az embernek legyen egy olyan magabiztossága, legyen egy olyan plusz tudása, arra a kempó a leginkább megfelelő. A rendező egyesület kihasználva a hazai környezet adta lehetőséget, népes csapatot indított a versenyen. A újfehértói csapat 18 évvel jelent meg a versenyen, tavaly 16-an voltunk, tehát már 2 évvel többen vagyunk, és nagyon sok az új versenyző, ennek nagyon örülök, tehát 7-8-9-10 éves gyerekekből egyre többen járnak edzeni, és most őket is elhoztuk a hazai versenyre, és nagyon izgulnak, mert első versenyük, meg én is, hogy fognak szerepelni. Az újfehértóiak nagyszerűen szerepeltek, mivel összesen 43 érmet szereztek, és ezzel az élen végeztek a csapatversenyben. A második helyen a Jászárokszárási Firewolf küzdősportklub zárt, míg a harmadik helyet a nyíregyházi Gönci Tím szerezte meg.